Ő felsége a király nevében. A királyi járásbíróság bűnösnek mondja ki Kárpereces Istvánt a büntető törvénykönyv 261. paragrafusába ütköző és ugyanez egy szakasz szerint minősülő becsületsértés vétségében, amelyet azáltal követett el, hogy folyóhó 22-én a Marhavásártéren Seregé Sándor gazdálkodott, az Úristen rogyassza rád az eget, a nagyapád is ilyen kötnivaló vegyhár volt, szavakkal illettek, és ezért az enyhítő szakasz alkalmazásából 8 napi elzárásra, átváltoztatható 80 korona pénzbüntetésre ítéli, és kötelezi a felmerült ügyvédi költség megfizetésére. Kérem, megnyugszik az ítéletben? Nyugszik a nehézség! Az! Én tisztességesen válaszoljon, ha kérdeztem. Tekintetes járásbíróság. A felolvasott ítélet ellen ügyfelem nevében tisztelettel fellebbezem. A vádolt fellebbez. Kérem alázatosan, hát van igazság a törvénybe? Na jöjjön, Perecses bácsi, ezt megbeszéljük oda. Rám húzzák a vizes lepedőzt! Vigyázzon, mert megbüntetik. Kérem alázatosan, tessék bevenni kérem szépen abba az írásba, hogy én kérem, lázadok az ítélet ellen. Az már be van írva, kérem, hanem odakint lázadjon, mert ide akár még baj is lehet belőle. Így keverik a paragrafust, hogy én kerülök alul, majd megmutatom én a törvényszéken. Nekem kell a rövidebbet húzni, akár szervizt az édesanyjának. Milyen ügy következik most? Sáfrány Siegfried házasságszindergésítő. Tekintetes királyi járásbíróság. A vádlott ellen 6 rendbeli feljelentés érkezett. És mivel jó néhány főmagánvádlónak én vagyok az ügyvédje, ezért kérem az ügyeket egyesíteni méltóztassék. A bíróság a kérelemnek helyt ad. Mi tetszik, kérem? A tárgyalást szeretnénk hallgatni. Nem lehet, kérem, zárt körű tárgyalást rendeltem el. Hajlandók lennénk belépődíjat is fizetni. Itt nincs belépődé, ez nem színház, kérem. Azonnal hagyják el a tárgyalótermet. Mi tetszik, kérem? Silingovics Kálmán vagyok, a helybeli hattyúgyógyszertár praktikánsa. Talán méltóztatik emlékezni rám a bíró úr. Múltkor együtt söröztünk a Sárgarigóban. Mi tetszik, kérem? A tárgyalást szeretném végighallgatni. Nem lehet, kérem, zárt körű tárgyalást rendeltem el. Itt olyan kérdések merülhetnek fel, amelyek a női becsületet érintik. Kérem házatossága, járásbíró úr. Nagyon csendesen meg fogom húzni magam itt a fal mellett. Tessék elhagyni a tárgyalótermet! Kérem szépen. Szervusz, Jenőkém. Szervusz, kérlek. Bocsánat egy pillanatra. Mondd, édes Jenőkém, egy kis jogi tanács. Ha az ember valakit szembeköp, az becsületsértés. Én itt a folyosón valakit szembe akarok köpni. Nézd, kérlek, ahogy én téged ismerlek, úgy sem fogod szembe köpni. Hagyjál engem békibe, légy szíves. Kérlek szépen. Kérlek szépen. Vegyük talán sorba az ügyeket. Hogy hívják, kérem? Viola Margit. Hangosabban, kérem. Viola Margit. Hány éves? 20. Vallása? Római katolikus. Foglalkozása? Alkalmazott a helybeli postahivatalnál. Családi állapota? Hajadom. Önnek itt egy feljelentése van egy bizonyos Sáfrány Siegfried nevezető férfi ellen, aki magának házasságot ígért,
és pénz összeget csalt ki magától. Kérem, mondja röviden a tényállást. Igenis, kérem szépen. Én az utalványok és csomagok ablakánál ülök a postán. És egy délután megjelent egy úr. Egy elég csinos úr, és feladott egy kisebb csomagot. Én rendesen kiállítottam a vevényt, ez az úr azonban nem ment el. Tetszik valami? Kérdeztem. Igen, tetszik, mondja. Mi tetszik, kérem? A kisasszony tetszik. Erre dühösen lehúztam az ablakot. Pedig nem szemtelenül mondta, szépen és finoman. Inkább azt mondhatnám, egy kicsit szomorúan. Aznap este, vacsora után, kint ültünk az udvaron az eperfa alatt Taranka nénivel. Egyszer csak nagyon kezdett ugatni a kutya, és bejött császár bácsi. Egy csokrot hozott és egy levelet. Minden virág egy fehér rózsa. Mondja, kedves kisasszony, de ki az a császár bácsi? Császár bácsi? Hát nem tetszik ismerni a császár? Bőgő hordozó a Frikulics bandájában. A kávéházból hozta a levelet, mert ez az úr nagyon mulatott bánatában. Császár bácsi el szokott vállalni kisebb megbízatásokat. Nálunk is mindig ő sepri az udvart. Mondja, kérem, tovább, csak egy kicsit rövidebben. Igenis, kérem. Felbontottam a levelet. Egy nagyon forró hangú szerelmes levél volt. Azt írta benne, hogy látott már engem az utcán is. Látott engem a grenadérban. Szóval nem akarom részletezni, hagyjuk a részleteket. Ettől kezdve császár bácsi naponta kétszer megjelent. Nem mondom, hogy mindig virággal, de mindig levéllel. Mi volt azokban a levelekben? Ó, hát azt nem lehet elmondani. Minden levél egy égő vallomás, egy igazi férfi szív megnyilatkozása. Én ismerem a stílust, kérem. Én rendszeresen olvasom Jókai Mórt, Mikszát Kálmánt, Benickinét, Sasvárit, a Szilót és a többi nagyírókat. De mondhatom, kérem, hogy ilyen stílust keveset olvastam. Igazán nem azért mondom. És hogy ismerkedtek meg? Kint ültem a ház előtt Kákán Dícával. Ica már ismerte. Tisztességesen bemutatkozott, megismerkedtünk. Nem tagadom, nekem tetszett ez a férfi. Tetszett a neve is. A mai nehéz világban ritkaság, kérem, ha valakit Siegfriednek hívnak. Attól kezdve minden délután 4-től 5-ig ott könyökölt az utalványok ablakánál. Tetszik tudni, a posta nagyon csendes manapság, kevés az utalvány. Csak a kónistársa cégküld néha a kőbányai sertés hizlaldának. Volt időnk beszélgetni komoly témákról, elmentünk néha sétálni. Nem akarom részletezni, hagyjuk a részleteket. Odáig fejlődött a dolog, hogy már az esküvő napját is kitűztük. És mikor a gyűrűk megvételére került a sor, azt mondta, hogy nehezen tud hozzáférni a pénzéhez, mert nehéz papírokba van vetetve a pénze. Mire én azt mondtam neki, nézze, édes Siegfried, nekem van egy kis megspórolt pénzem, és odaadtam neki 70 koronát. Megjegyzem, kérem, én férhez mehettem volna. Nekem udvarolt valaki a helybeli hattyúgyógyszertárból. A nevét azt nem mondhatom meg. Egy barna szakállú férfi. Kérem, ezt majd... Szóval nem akarom részletezni, hagyjuk a részleteket. Tehát először is igény tart a 70 koronára. Nem tartok, kérem. Nem tartok. Én szegény árvalány vagyok. Magam tartom fenn magam. Sovány kenyér az állami kenyér, de nem tartok, kérem. Kívánja a vádott megbüntetését? Kívánom, kérem, kívánom. Azaz, hogy igen, kívánom. Milyen büntetést tetszik kiszabni rá? Hát, csalásért esetleg börtönbüntetés jár. Kérem, ő katonatiszt. Ő azt mondta nekem, hogy katonatiszt volt. Mondja, kedves kisasszony, maga még mindig szerelmes ebbe az emberbe? Én? Kérem, én csak a szemét sajnálom. Olyan gyönyörű szeme volt. Annyi meleg érzés volt a tekintetében. Talán nem is gazember. Bíró úr, kérem, én olyan szerencsétlen vagyok. Na jól van. Jól van, kedves kisasszony, nem kell azért sírni. Tessék, kérem, leülni. Tessék helyet foglalni. Szólítsa be a következő hölgyet. Özvegy Ficele Ferencné! Jó napot kívánok! Hogy hívják, kérem? Özvegy Ficele Ferencné. Hány éves? 30. Vallása? Református. A foglalkozása? Fűszer és csemege a Fülemile utcában. Tudja, miről van szó?
Sáfrány Szigfridnek, az ugye, kérem, mondja el röviden a tényállást. Néhány héttel ezelőtt bejött, kérem, az üzletembe egy úriember, és 10 krajcárin ementális sajtot vásárolt. Szokásban van nálam, hogy az urak ott 10 óra íznak meg a pulton. Szalámit, szardinyát, mi egymást. Nálam, kérem, már a fő ispánul is fogyasztott. Ez az úr is bontott egy üveg sört, és ott tette meg a sajtot a pulton. Na jól van, más úriember is megteszi. Egyszer csak, úgy de dühös vagyok, ha rá gondolok. Dicsérni kezdte a sajtot, hogy ő ilyen finom, harmatos ementálit még sohasem evett. Aztán engem kezdett dicsérni, hogy nekem milyen szép az arcom, hogy milyen szép a szemem. Nem mondom, mások is mondták már. Szó-szót követett, másnap is bejött, harmadnap is bejött, negyednap is bejött. Összemelegettünk. Hú, de dühös vagyok. Csak egészen röviden, kérem. Szóval, hú neki sajt, hú neki szardinia, csabai kolbászt is tartok, kérem szépen. Az a disznóság, hogy mindig rendesen fizetek, különben rögtön gyanút fogtam volna. Egy nap, mikor nem volt senki a boltban, Csáncsi csúrra segény elment a depóba Petróreumért, arra kért engem, engedjem meg, hogy megcsókolja a kezemet. Megboldogult férjem a halálos ágyán, azt mondta, Erzsikém, szívecském, ha arra való ember találsz, menj hozzá feleségül. Azt hittem, ez a Sáfrán Szigfrid arra való. A kezemet nem hagytam megcsókolni, mert aznap reggel én szedtem ki a heringeket a hordóból, és éppen heringszagú volt a kezem, de oda nyújtottam a könyökömet. Ezzel is eleget akartam tenni boldogult férjem kívánságának. Kis idő múlva... Mondja kérem, mennyi pénzt sal ki magától ez a Sáfrány Szigfrid? Pénz? Tőlem kérem, nem lehet pénzt kicsalni. Én önálló üzletasszony vagyok. Hát akkor nem károsítottam meg semmivel? 2 rúd szalámit vitte tőlem, a fene egye meg a körmit. 2 rúd szalámit? 2 rúd legfinomabb szalámit. Megtörtént, kérem, beleestem, belecsúsztam ebbe a dologba. Megmondom egészen őszintén, a bajusza tetszett nekem. Olyan helyes kis bajusza volt. Tessék, kérem, helyet foglalni. Gyerünk tovább. Szépligeti Elvira! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát hivatni miért hoztatott, édes bíró úr? Kérem, én nem vagyok édes bíró úr. Én itt a tekintetes királyi járásbíróság vagyok. Hát persze, persze, persze. Hogy hívják, kérem? Szépligeti Elvira. Ez a művész nevem. És az igazi? Fontos? Igen, kérem, fontos. Az igazi nevem Szőke Erzsébet, de azért úri családból származom. A vallása? Ágostai hitvallású evangélikus, de van egy művészi hitvallásom is. Azt itt egyelőre nem használhatjuk. Hány éves, kérem? Oh, hát minő kérdés. Oh. Muszáj? Igen, kérem, muszáj! 40, de nem esküszöm meg rá. Rögtön mondtam. Foglalkozásom? Színművésznő. Hát én pályáztam Kassán Debrecenben, Szolnokon 2 évvel ezelőtt azonban visszavonultam a vidéket jelentő deszkáról. Hát ugye édes járásbíróság. Miért tányolni fogják bennem a művészt? Hát én játszottam népszínművekben, én voltam Bátki Tercsi a Falurasztában, Tóth Bíróni a Piros Bugyellárisban, Klarisz a Vasgyárosban, sőt, egyszer Kiskun képfélegyházán én voltam a Kaméliás hölgy. Önnek itt egy feljelentése van Sáfrány Szigfrid ellen. Úgy fáj a szívem, hogy megterheltem önöket ezzel a munkával, mert hát ugye sok dolguk van édes járásbíróság. Kérem, tessék elmondani a tényállást. Tényállást? Hát nincs tényállás. Én megismerkedtem ezzel a férfiúval, és az első pillanatban észrevettem, hogy rendkívüli hatást gyakorolok rá. Van a lényemben valami varázs, amivel azonnal
rabul ejtem a férfiakat, no annélkül, hogy akarnám. Hát ugye, édes járásbíróság, ha nem jár nekem ezért büntetés, nekem senki nem tud ellenállni. Hát kérjem szépen, ön csábított el valakit, vagy önt csábított el valaki? Elcsábítani engem? Ah, ez egy kissé nehéz volna. Volt azonban egy pont, ahol nem tudtam ellenállni ennek a csirkefogónak, a homloka. Volt a homlokában valami isteni, valami klasszikus, valami görög. Mennyivel károsult meg ebben az ügyben? Mit adott ennek a férfinak? Mit adtam, Istenem? Hát mit adhat egy nő egy férfinak? Adott neki pénzt? Pénzt? Hát miből, édes járásbíróság? De a lelkieken kívül adtam neki egy súlyos aranykarperecet, odaadtam egyetlen fejedelmi gesztussal, mert mi művészek, bohémek és könnyelműek vagyunk. Tehát egy aranykarperec. Tessék kérem helyet foglalni. Milyen udvarias önnek, köszönöm. Szólítsa be a következőt. Hermes Kifáni! Hermes Kifáni! Na. Hogy hívják, kérem? Kicsit nagyot hallok, kérem. Mondom, mi a neve? Herbecki Fáni. Vallása? Igenis. Mondom, a vallása? A hallásom? Nem, kérem, nem a hallása, a vallása. Katolikus? Igenis. Református vagyok. Hány éves, kérem? 50. Családi állapota? Leány vagyok. Még leány vagyok, kérem. Mit vitt el magától ez a férfi? A kanárimat. Elvitte és eladta Vejszéknek. A feljelentés szerint megkérte a kezemet, házasságot ígért, és állandóan szerelmi vallomásokat sugdosott. Hát, hogy hallottam nem meg a facsak sugdosott? Hát, azt meghallottam. Azt meghallotta, igen. Tessék, kérem elfoglalni. Igenis. Tessék leülni. Igenis. Menjünk tovább. Özvegy báró Krumpenholz Félixné. Hogy hívják, kérem? Báró Krumpenholz Félixné. Hány éves? 60. Foglalkozása? Nem foglalkozom semmivel. Különösen ilyen dolgokkal nem foglalkozom. Katonatiszt özvegye vagyok. A férjem főhadnagy volt a bécsi dragonyosoknál. Császári és királyi kamarás. Egyébként 35 év óta özvegy vagyok. Vallása? Az enyém. Igen, a magáé. Izraelita. Na igen. Szerelmi házasságot. Zsidó. Kérem, bárony asszony, ne vegyen rossz néven, hogy megkérdezem, de ön egy művelt előkelő úriasszony. Hogy történhetett meg mégis önnel, hogy ez a fiatalember félre tudta vezetni önt házassági ígéretekkel? Amit azt már mondani méltóztatott, ön már 60 esztendős. Erre a kérdésre nem volnék köteles felelni. Csak azért teszem, nehogy bolondnak tartsanak. Éppen azért, mert 60 éves vagyok. Azt gondoltam, támaszra találok benne. Sajnos kérem az a nyugdíj, amit én kapok. Hát tessék megnézni a cipőmet. Schlechte Zeit! Ne tessék, kérem, megjegyzéseket tenni!
Nekem tetszett szólni. Nem magának. Tessék visszaülni. Igenis. Mivel károsította meg önt ez az ember? 3 hétig állandóan nálam ebédelt. Felzabálta a spájzomat. Áj, vé! Miért osztási kert, hogy én hősös asszonyom? Miután a panaszosok kihallgatását befejeztük, azt hiszem most már rátérhetünk a komolyabb dolgokra is. Mi tetszik, kérem? Én is ebben a sáfrányügybe jöttem. Ön is? Igen, kérem, szintén panaszos. Hogy hívják, kérem? Özvegy Galamb edénév. Foglalkozása? Állami kisderógó. Vallása? Evangélikus. Hány éves, kérem? 70. Hát ez már mégiscsak sok, kérem! Házasságot ígért nekem ez a Ferna Hajder. Bocsánatot, kérem, de én ezt már nem is értem. Itt megáll az embernek az esze. Mondja, öcsás asszonyom, hogy történheted meg ez önnel, hiszen már 70 esztendős. Hála Jóistennek, jó egészségnek örvend. No de hát 70 esztendős. Hát egy fiatal ember, ez a Sáfrány Siegfried, egy siheder magához képest. Hát nem méltóztatott észrevenni, hogy itt lehetetlen a korkülönbség. Korkülönbség? Miféle korkülönbség? Azt mondta, hogy 43 éves. Tetszik tudni, mostanában mindenki fiatalítja magát. Gondoltam 53. Én 70 vagyok, de csak 60-at vallottam be. 60 meg 53, hát mi az a 7 esztendő? De kérem, lehetetlen egy fiatal ember azt mondja, hogy 53 esztendős. Ekkora tévedés valósággal valószínűtlen. Tetszik tudni, mit csinált? Befestette a bajuszát ez a gézengusz, őszre festette. Mennyi kárt szenvedett ebben az ügyben? 300 koronát adtam neki, kölcsön. Ja Istenem, nem tudom, jó pénz vajon? Tessék, kérem helyet foglalni. Szólítsa be a vádlottat. Sáfrány Siegfried! Jön a vádlott. Hogy hívják, kérem? Sáfrány Lajos. Lajos? Maga itt a feljelentésekben mindenütt, mint Siegfried szerepel. A Siegfried nevet csak alkalminak használtam. Lajosnak hívják. Vallása? Romkat. Nem tud tisztességesen válaszolni. Miért mondja azt, hogy romkat? Hogy minél hamarabb túl legyek ezen az egészen. Foglalkozása? Magánzó. Ezt ön, uram, egyszerűen csak magánzásnak nevezi? Tessék, kérem, visszülni a helyére. Kérem szépen, nekem tetszett szólni. Nem magának, tessék szépen visszaülni. Igen. Ön ellen hadrendbeli feljelentés történt, az itt lévő hölgyektől házassági ígéretek ürügye alatt kicsalt, először is 70 koronát, aztán 2 rúd szalámit, egy aranykarperecet, egy kanári madarat, 3 heti ingyen evényet és végül 300 koronát. Hát mit szól ez, kérem? Tagadom, kérem, a leghatározottabban tagadom. Tagadja? Igen, kérem, megmaradok annál, hogy tagadom. Hát akkor elrendelem a szembesítést. Kérem, forduljon meg. Tessenek felállni! Mondják a szemébe! Szépen! Egyenként kérem, csak egyenként tessék! Mit kell mondani? Nem azt mondta nekem, hogy a jegygyűrűket fogja megvenni azon a 70 koronán? Nem azt mondta nekem, hogy egy 2 szobás lakást is nézett a Zöldfa utcában? Nem azt mondta, hogy május 22-ére tervezzük az esküvőnket? Kinek akarta maga megcsókolni a kezét 2 hete, mikor nem volt senki a boltba? Kinek mondta maga, hogy én vagyok az egyetlen nő, akiért juhász kutya lenne? Kitől vittem maga azt a 2 rúd szalámit, ha nem tőlem? Mit meri tagadni? Mi? Meri tagadni? Előttem térdelt, és azt mondta, imád. Csókolta a ruhám szegélyét, mintha részeg lett volna. Lemeri tagadni?
Hát fogjanak meg, mert elájulok. Fogjanak meg, mert elájulok. Az ékszeremet adtam oda magának. Hát nézzen a szemembe, nézzen a szemembe, ha meg. Mit kell mondani, kérem? Mit kell mondani? Legyen szíves, mondja meg már, mit kell mondani. Szégyelje magát! Szégyelje magát! Szégyelje magát! Jaj, Istenem, a 300 koronám! Rendben van, kérem. Rendben van. Tessenek leülni. Na, még most is tagadja? Igen, kérem. Határozottan megmaradok annál, hogy tagadom. Hát akkor menjünk, kérem, csak sorba. Özvegy, Galamb, Edini, tessék, kérem, felállni. Bíró, kérem, tessék megkérdezni az öreg nagyságos asszonyt. Ezek ában adja ki a magának! Tessék megkérdezni az öreg nagyságos asszonyt, hogy nem kölcsön kaptam-e azt a pénzt. 300 korona, tessék, itt van, úgy, ahogy kaptam, hozzá se nyúltam. Megelégszik ezzel az elintézéssel? Megelégszem, persze, hogy megelégszem. Az a fontos, hogy a pénz itt van. Jó napot! Döcsös asszonyom, tessék kérem felállni. Jaj, tekintetes járásbíróság! Nem lehetne, hogy mégis erre a kis pénzre valami kamatot kapja? Nagyon kevésen, de azt kérem, örüljön neki, hogy visszakapta a pénzét. Na de a kis kamat is kamat. Pláne, ha az ember a női mi voltát is rizikóba tette. Ej, Sáfrány úr, Sáfrány úr! A báróné azt állítja, hogy maga 3 hétig ingyen kóstolt nála. Igen, kérem, ezt nem tagadom. Valóban a báróné meghívott ebédre, én pedig én elfogadtam. Báróné, mondja meg, báróné, így volt-e. De ha a nagyságos asszony azt mondja, hogy megkárosítottam, hajlandó vagyok, kérem, fizetni. Kérem szépen, 80 korona ebédenként. 80 korona ebédenként. Ennyit kaptam volna, ugye a sárga rigóban is ennyit kaptam volna. Mellesleg megjegyzem, bíró úr, nem így képzeltem el a magyar vendéglátást egy arisztokrata családnál. Tetszik tudni, mit kaptam ebédre? Rántott levest, meg babtortát. Tudja, miből van a babtorta? Paszújfőzelékből. Megmaradt paszújfőzelékből. Kedves barátom, én önnek nem is válaszolok. Civil bagázs. Tessék, kérem felállni. Bírúr, kérem, 2 hétig én tartottam a kanáriát. Én vettem neki még friss répát, meg zöldséget is. Még hogy én eladtam a vejsz. Kérem, tessék idébe a vejszúrékat. Még hogy én eladtam. Azért volt nálam, mert nálam megdöglött volna. Minek nekem egy ilyen sárga vacak, kérem szépen. Bármikor visszaküldöm, amikor csak parancsolni tetszik. Kérem szépen, elmehetek? Igen, kérem, elmehet. Igenis. Na, most jön ez a bizonyos aranykarperec. Az aranykarperec, az. Kérem szépen, én nem tartok igényt semmire. Kaptam és adtam. Én művész lélek vagyok, és távol áll tőlem minden anyagias gondolkodás. Édes, tekintetes királyi járásbíróság, miért osztassék megengedni nekem, hogy egy néhány rövid szót szóljak ehhez a férfiúhoz? Köszönöm. Fúj! Na, ez is megvan. Gyerünk tovább. Maradt itt még 2 rúd szalámi. Nem, kérem szépen, a szalámi az elfogyott. Tudjam, váljék egészségére. Akad az én boltomban szalámi is, férfi is, amennyit csak akarok. Jó napot kívánok! Na de most, azt hiszem, most jön a legnehezebb. Bíró úr, kérem, könyörgöm, tessék engem megérteni. Úgy segítse meg engem az Úristen, hogy igaz, amit mondok. Nem vagyok én gazember, bíró úr. Bíró úr, én halálosan szerelmes vagyok a Margit kisasszonyba. Bíró úr, nem követtem én el semmit. Tényleg nem vagyok gazember. Átmeneti
gondjaim voltak, amit követtem én el. Kölcsönt vettem föl. Manapság sokan megteszik ezt. Nem, én nem loptam, nem csalni. Pedig én csalni is hajlandó lennék azért, akit szeretek. De nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam. Hát befestettem a bajuszom. És mindenki olyanra festi a bajuszát, ami erre akarja. Nem? Igaz, a Siegfried nevet használtam. Bocsánatot kérek. Meg azt mondtam a hölgyeknek, hogy szerelmes vagyok, meg házasodni akarok, de azt nem mondtam egyiknek se, hogy kibe, meg hogy mikor, de hát én arra mindegy magára vette. Ó, rendben van. Igen, a szalámi. Na de a szalámit együtt ettük meg, Margit kisasszony, hogy mondja meg, hát én vettem még a zöld paprikát is. A karperec. Az arany karperec. Tessék megnézni. Kívül bádog, belül meg plé. Bíró, kérem. Nem vagyok én az ember. Nem volt pénzem. De most már van. A nagybátyámtól megkaptam az utalványt, és... Margit kisasszony, állásom is van. Állásom is van. Nézze meg. Segédfogalmazó leszek a főszolga bíróságon. Van pénzem, van állásom is, és a jegygyűrűket. Azokat is megvettem. Bíró úr, vadonatújjak. Bele van gravírozva a nevem. Bíró úr, kérem. Higgy el nekem, nem követtem el semmit. Én kérem szépen, halálosan szerelmes vagyok a Margit kisasszony. Nos, kisasszony, mit szól ehhez? Kérem szépen, járásbíró úr, kérem, a szalámit azt nem tagadom. Nézzek, ez a kisasszony. Amennyi emberismerettel rendelkezem, azt hiszem, hogy ez a fiú komolyan szereti magát. Lehet, hogy megbotott közben, de nem csinált ő semmi olyan nagy dolgot. Bármit tett, magáért tettem. Nem lehet ezt az egészet valahogy békésen megoldani? Kérem szépen, járásbíró úr, kérem, én szívesen megoldanám békésen az ügyet, de én megmondom őszintén, én attól félek, hogy Sáfrány úr nősem. Bíró úr, az Isten szerelmére! Na de ezt már én se tételezem fel. Kisasszony, nézze! Itt van a gyűrű. Bele van vésve a neve. Lajos. Hát, Lajos. Milyen szép lett volna, Siegfried. Bíró úr, kérem, elmehetünk. Igen, kérem, elmehetnek. Jöjjön, kisasszony. Jöjjön, kisasszony. Milyen ügy következik most? Kocsmai verekedés és csendháborítás. Csendőrökön kívül 43-an vannak még részve. Szújtsa be a feleket! Pákozdi Mihály, Sámson Ferenc, Tébagosi Sándor, Patócs Imre, Schlesinger Samu, Kón Ignác, Zeisz Jakab, Berecki József, Kis László, Tetves Kovács János, Hákenész Lajos, György Fekete Sándor, Schwarz Mór, Goldenberg Izsák,